Három, kettő, egy, bam! Life is alive. Na 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 na. Szerbusztok, kedves barátok. Szia, szia, szia. Szotyi veletek, srácok. Ment az értesítés egyébként? Sziasztok. Zsizi vagyok, az értesítés felügyelő. Atyám, kérsz körtét? Hát, ha betyár, akkor nem. Holnapi napon az egyik cimborám mögházasodik. Túl sok pénze van, azt gondolta, hogy el kéne valahogy felezni, bazd meg. El kéne felezni a lóvét. Túl sok van. Bazd meg. Terjed! Hello mindenkinek, szavaztok! Ne ugasson vissza nekem! Ne lelakadt a ló! Hopp! Ez a kedvenc számom. El akarja felezni. Aaaaaa! Mi a fasz? Mi történik ebben a játékban? Ilyet szoktam húgyozni, amikor nagyon sok Red Bull ticsoka volt. Slukkolj egyet hónajbocsira. I just go to say I love you. Ki ez az újraélesztő ember? Ez az ember. És már is azt a kurva, mint a körzeti orvos. Kellemes és hagyományőrző köszöntéseket fogok használni, mint a beköszönés a streamre. Van a kedvencem a basszam ki a gyomrot. Arra gondoltam, hogy ez lehetne egy ilyen közös köszönés. A basszam ki a gyomrot. Mindenkit megbaszunk a jányokat kétszer. Olyan jó háta van, nézd meg! Itt azért most nem akarok belemenni, gyerekek. Az a helyzet, hogy majdnem tesi tanár lettem, de itt azért egy gyerekkorban elindult gerincferdülést azért meg lehet figyelni. Itt viszont van egy ember, aki miatt sajnos most telefonálnom kell. A cseten van egy ember. Bocsánat. De ezt én nem bírom tovább. Haló? Haló? Haló, köcsögírtók? Lenne itt egy kis probléma. A csetemen. Jó estét kívánok. Tudnának segíteni egy kicsit? Köszönöm szépen. Na, ez is le van tudva. Ez is le van tudva. Sajnos ki kellett hívni a köcsögírtókat, bazd meg. Annyi fasztaliga van itt a csöten. Úton vannak. Hamarosan megoldódik a gond. Gyere, bazd meg, gyere! Kézed, hogy kimentem reggel, mondom, lezuhanyzok, csira. Ereztem a meleget, még nincs meleg víz. Mondom, mi a fasz? Egész nap nyugdíjasokkal kardoztam a lépcsőházból, hogy legyenek itthon, hogy jöhessen a gázos, megfösse a izét, mert javítottak valamit, bazd meg. Öregek meg szarnak rá, vágod? Ülnek is, azt mondja, hogy laborba forraljam a vizet. Mondom, mi a fasz? Nem vagyok egy rohadt indián, takarodjál már innen, bazd meg. Képesek lettek volna egy hónap múlva is ülni, az forradni a vizet. Nekik mindegy, bazd meg. Hihetetlen. Amúgy igen, néha fürdök csak. Mindig van egy ilyen inger határ. Ugye amikor már összeragad a hónaljad, vágod, mint a tépőzár, bazd meg, akkor el kell menni zuhanyozni. She's a maniac. Láttalak tegnap anyáméknál. Bazd meg. Pedig direkt mondta, hogy bújjak el a szekrénybe, mert jössz. Csak az a baj, hogy faszomra csukolott a szekrény, amit az kilógott végig. Egyszer hozzá is érté. Azt hitted, hogy izé, kapaszkodom, mint a metrón. Nem emlékszel? Leütött faszán, hogy minden. Basztok. Na, oda nézzél azért. Ki ez az ember? Ez a szak ember! Adjál meg egy hungarocell darabot, mert az ünnepő nadrágom van rajtam, bazd meg, nem látod? Így. Csoróba. Figyelj. Ja, hogy a kényelmedet szolgálta ez a dolog. Ki most el ezt? Ez ki ez a szerszám? Azonnal küldjétek haza, bazd meg. Hát miért? Elidegesítettek, hogy komolyan mondom. Arra nagyon kell figyelni ilyen kóveszten. Hogy? Hogy ügyesen húzod el az anyagot, mert ha béna vagy, akkor nem fizetnek ki. Már nincs olyan, hogy segédmunkás, hanem... Hogy mondják ezt? Logisztikai szakasszisztens? Mondani akartam a segédmunkás telefon, de nem. Mert ez egy logisztikai szakasszisztens telefon. Teljesen jó bírja a strapát. Az milyen duba, bazeg, ilyet ír valaki a cseten, kötöttél már kaszkót? Beléd vennék hátulról. Atyám akkorát üvöltöttél, hogy az alattam lakó öreglány is megborult. Az nem azért borult meg, azt akarta, hogy bevág neki a pecát, te rigó. Ne legyél már ilyen feeling. A lehetőségekkel élni kell, azt hallottam. A régi szózba is belemártják a krumplit. Ugye? Ma az internet bugyaraiban való kalandozás következik.
De előtte a szubok között golyos játéka fogunk sorsolni. Az enem a jó voltából! Még egyszer elmondom. Az enem a jó voltából! Az enem a... Az enem a... Az elem a jó voltából. Hello? Hagyd már abba, geci. Állj már le! Hello, szia. Elem a jó voltából. Az elem... Jó, befejeztem, oké? Ígérem, hogy befejeztem. Az elem a jó voltából! Ez mi volt? Vettem a piacon egy tájkosarat. Rátetetem, ne ugasson vissza nekem. Ne rátetetem, ne lelakadt a ló. Csíp de geci. Ne lelakadt a ló. Na, gyerekek, elmondom nektek az igazat. Én nem tudom, önkínzó ember vagyok. Elkezdtem nézni azt a szexuális csatit megint. Megint rákagyarodtam, de hiba volt. Hiba volt. Elém keveredett egy olyan vidinyógenyó, hogy nem bírom kitörölni az emlékeimből. Szóval elnéztem megint a szexualitással kapcsolatos tanácsadó vidinyóst. Hát öcsém az a gágyi, megöl. Felöltözött ilyen szexi ruhába, bár ne tette volna. De nem ez a leglényegesebb dolog benne, hanem van egy beszélgetés, hogy csávókkal beszélget arról, hogy a csávók féltek, hogy buzi. Lehet, hogy bennem is vannak félelmek. A másik pedig a kedvencem a videó a szopásról. Ahol azt magyarázza a gágyi, hogy a párjának a fasza mellett feküdt és bögdöste az orrával. Néha megnyalta. Miért? Miért csinál ilyen videót valaki? Meg az, hogy csapkodni szokta az arcához a brét. De hát mondom neked, minden rossz indulat nélkül mondom ezt, hogy azt a gázsit inkább egy kecskét szopatnék. Rohadjak meg. Kevesebb lenne a lelkiismeretfordulásom, mint egy ilyen szörny... Nem! Nem szabad ilyet kimondani. Esztétikailag különleges. Kicsit absztrakt. Na mindegy, és akkor így elmeséli, hogy tulajdonképpen fölpofozza magát a nemi szervével a párjának. Ha nagyon be van indulva, bazeg lehet egy Safri Duo-t lever a hullámpalán. Odaállítja is. Da-da-da-da! Dobol egyet, bazeg a télójával a palina. Vigyázz, ha elvadul, bazeg kiviszi, kivágja a fák vele, bazd meg. Oda vigyázzá, beveri a szöget a falon, minden. Nehogy Isten ilyen barkács környezetbe kerül. Jézus, Jézus. Durva dolgok vannak az interneten, erre mindig rá kell döbbenni, hogy az internet egy olyan világ, ahol nem szarra gurigáznak. Csattan a falán a nógrádi ropogós. A Hős utcai megfekedett Snickers-el karneválozik. Én kicsit úgy vagy vele, ezzel a csatival, hogy mit tudom én, mikor valakinek eltörik a lába. Nem akarod nézni, de mégis nézed. Én is így vagyok vele. Én is ezért nézem. Rólad álmodok mindig, Pityu, hogy ki vagy kötözve, és egy hatalmas szöges kormáccsal csapkodom a herejédet. Pityu, ez az igazság. Azt hiszed a 700 ezer donét csak úgy jön magától. Játszani kell, bassz meg ezzel a játékkal. Az az alapvető feltétel. Nyomjuk, nyomjuk. Most komolyan, azt mondta... Kérdő volt megint. Hallasz engem, Anti? Anti? Na. Anyukám azt mondta, hogy nem jöhetsz át többet, mert rafinált vagy, azt mindig szétnézel. Meg egyből WC-re mész. Ki mondta? Anyu. Azt mondta, hogy elege van belőle. Mert szerint egy szemét geci vagy, mert állandóan stírősz, meg tehát beszámolsz mindenkinek, hogy mi kosz van, meg ilyenek. Ki ez a double kill? Kéne csinálni az internet szépe verseny, influencerök, meg streamerök, biztos, hogy ott lennék a top 3-ba. Tolnék egy aktot, easy win. Ki ez az IT manager? Gyerekek, újabb csodálatos szemezgetések fognak zajlani. Jó estét, újra én vagyok, ma már egyszer telefonáltam, elnézést a késői zavarásért. A köcsögírtókat szeretném elbeszélésbe hívni. Köszönöm. Köszönöm. Oké. Szóval, hol tartottunk? Gyerekek, új sikerpódium. Kedves nézőnk, élt Párizsban egy csodálatos művésznő. Ez rólam beszél. Lezító, tiéd a testem. Ez a test. Nem tudom én, hogy hol
Ez azért egyébként, én a múltkor már megfigyeltem, én Leslie-tóval elszínnék egy zigit, egy slukra. Mondanám, ezt figyeld Leslie-tó. A szűrőig lakok, kopra vágnám, gumibakra vágnám a zigit. Az átélés a jobb oldalon lévő szurkolóknak pedig az arcára ki van ülve. Ez olyan dzsigolósba, ott, most gyerekek, ne, tényleg ne legyetek gecik, mert nem szeretem, hogyha kritizáljátok az embereket, ugye? El kell fogadni, szeretet és béke. Na, de hogy ezen az ingen a gombokba zeg, az életükért küzdenek, az kurva élet. És alul már feladták a harcot, tehát ott már egy kis tepertőnek való azért már meglátszik. Tudod, szigorúan? Az el nem a jó voltából! Na várjatok, mert közjegyző jelenlétében zajlik. Közjegyző úr jól van. Megmutatom a közjegyző urat, hogy ne legyünk hiteltelenek. Ott van a közjegyző, figyel minket, hogy nehogy csalás történjen. Minden rendben találtál? Nagyon szépen köszi. Köszönjük szépen. Köszi szépen. Van egy csaj, aki tetszik, de kicsi a farkam, és félek kezdeményezni. Sok csalódás élt már. Nincs mit tenni. Geci ronda vagy. Faszod is kicsi. Mit a farc, bassz meg? De egyébként, ha felszubolsz, akkor megnövekszik a nemi szerved. Hát előfordul az ilyesmi, semmi baj ne legyen. Inkább mindenki csak szubokat vegyen. Ettől nőjön meg. Holnapra a begyem, bere meg a kezem, innen látom, haver, nem vagy a barátom, a pigirip pörög megint a nyelvem, a szubokat be kell, hogy verjem. Szájkosarat! Ének helyé bakben! Rátetetem, de ugasson vissza nekem! De ne lakatalom! Merjed neki, bakd meg! Bennem megfordult a kérdés, hogy milyen magas lehet ez a srác. Én egy 60-at mondanék. Tehát, hogy neki már augusztusban föl kell venni a téli kabátodba, amikor jön a talajmenti fagy, mert oda dermed csoró. Zuzmarásodnak a tojások, igen egyébként. Nagyon csúnyák vagytok. A Budapest TV valahogy be kell jutni, de úgy, hogy inkognitóba. Nem tudom, nincs egy telefonszám, hogy fellépést szervezni nekik, vagy ilyesmi? Most itt felhívnánk élőadásba. Jó estét kívánok, Leslie-tót keresem. Te vagy az Leslie. Dorombolok neked, te kis huncú, te. Mutasd ezt a kopott faszodat. Ez mi a fasz? Antti, ezt te raktad? Mit? Ezt. A szigetet? Nem, ezt itt. Anyád! Nézze, ott is van ő! Buzi vagy meg. Az anyámat. De Geci, tudod mennyire gondolkodtam? Még azt mondja, anyád! Mi a harmadik próbánk, Zsizi? Régen alkoholista voltam, és részegen mindig küldtem a lóvék a streamereknek, kár, hogy akkor még nem ismertelek, Zsozi. Hát ezt én is sajnálom. Igyál már valamit, vicceltem amúgy. Jó a stream, ment a like. Igen, hogyha tetszik a like, akkor nyomjatok egy streamet, oké? Okay? Létszik. Azt mondja valaki, hát... Dika Veszten milyen jól énekel. Amúgy tényleg? Tehát lehet a Veszten. Veszten oficiális. Hisz vagy, bazd meg! Hát ez te vagy! Bazd meg, ez tényleg a Veszten! Nem halljuk Szabolcs céljait, mert valaki fődugta magának az aux kábel. Mi szeretne lenni? Ez egyébként nagy troll, ez az a Leslie-tó. Ez a Leslie-tó, ez egy hatalmas troll. Direkt kikapcsolja a mikrofont. Figyeljetek! Teljes 100%-ban ilyen. Hát itt csak nem. Szeretnék lenni. Micsoda? Tessék! Mi akar lenni? Ez valaki... Mordézza már ki!
Én azt értem, hogy buzikergető. Most megpróbálom szájra leolvasni. Hát itt csak nem. Ez buzikergető akar lenni. Úristen! Úristen! Egy új karrier. Buzikergető. Jézus, ez a leszlító mindig ez a segbe billentés. Leszlító. Te kis... Olyan kis... Fogadjál sok szeretettel, Szabolcs. Hagyja ilyen Szabolcs! Oh! Leszlító! Hívják a hátam mögött! A Leszlítót, aki a segged mögé költözött! Lehúzza a cipzárját! Előveti a pajterját! Megcsapkodja az arcodat vele! Ki ez az összport játékos? Hát most azon gondolkodtam egyébként viccen kívül, hogy Antival is beszéltük, hogy új üzleti ágba kéne betörni. Úgyhogy elkezdünk ilyen bőrkanap és pornókat forgatni. Ezen gondolkodtunk. Ezt tudom nyújtani, baszod. Semmiféle kábítószerfogyasztást nincs, te szerencsementes vízibicikli pedálfejű, te hombártalicska. Mit amperkocit a cseten, ha? Lázítasz! Te soros bérenc! Kérjél bocsánatot! Akkor megbaszol? Mákos bukta nagyon jól hangzik. Hozz anyázat is. Gyemeljük a tétet. Én csak izét szoktam inni. Pálinkát, energiaitallal, geci. Anti tudja. Már rám szólt a pultos, hogy te amúgy életben vagy még. Mondom, mi van, geci? Téged is megiszlak mindjárt. Két feles meg egy Red Bull. Dél! Ebből egy 20 darab. Hazamész, geci, azt nem is kell világítani, főkapcsolni a lámpát. Úgy világítasz, mindenki lebarnul körülötted. Az a kedvencem, hogy nem szoktam észrevenni, hogy be vagyok baszva. Tehát én azt hiszem, hogy tök józan vagyok. Aztán másnap nézem, hogy emlékszem, hogy sétálok haza, tudod meg minden. Tök józanul, másnap reggel meg kiderül, hogy mesztelenül mentem haza. És egy esernyő lógott ki a seggemből. De hallod? Takarodjál már ki, mert beléd rúgok olyat, bazzik, anyád lefiad. Menjél már ki, fasz jössz be innen. Mexikói takarítónél van. No. Korcuélában nem lehet bírni. Menjél ki! Azt csinálja, hogy ide leül velem szembe és néz, geci. Ráadásul ilyen kancsal szemei vannak. Így néz, vágod? Leül és így... Ez tuti megkíván engem minden nap. Csemege! Az volt a kedvencem, amikor... Ugye egyedül éltem, és a hűtőben hát romlott kaják voltak, mert... Lementem, megvettem a virsit, sose csináltam meg ilyenek. Kodi és Anti átjött, hirtelen lejárt hamburgerekből olyan vacsorát rikkeltettek, bazd meg, lejárt hamburger, romlott virsli és 3 hete kibontott bacon szalonna. Olyan uzsonnát csaptak ott, bazd meg. Megint folytogat a sírás, ezért jön majd a versírás. Mondok egy-két rímet, de ezért föl kell szubolnod, támogatnod a streamet. Énekelj, bazd meg! Kicsit olyan, mint a Harry Potterben volt ez a szobai kobold. Kicsit olyan, nem? Dobi, a házi manó. Ugye hónod alá vennéd, hogy gyere na, sétáljunk egyet, dorombozz el, egy szobai kobold. Ez jó faszom! Látjátok ezt itt? Egy cérnával meg van kötve, geci, a diszkógöm. Amivel nincs semmi baj. De hát egy tévéműsorról van szó, bazd meg. Rajta van hagyva a masri? Vagy mi a rák? Az anyám, a ti. Mi a fasz? Én szerintem ott a pult mögött Leszlító alatt már kiolvadt a linoleum, bazd meg. Egy helyben lépked jobbra-balra, ott már rendes lövészárok van. Tell me why! Egy mocskos bosszúálló ember vagyok egyébként. Nekem is voltak olyan dolgok az életemben, amikor volt baj. De hát mindig kétszeresen kell visszaadni, geci. Megbaszod az anyját, azt mondod, hogy azt elsétálsz. Kis kece lányom. Kijött egy játék, azt néztem, geci, a feladat benne, hogy mindenkit széthugyozzunk. Menjél ki! Nézd meg, basz meg. Ki ez a hidegvérű? Ebből csihipuhi lesz, geci? Ez mi az? Kedves Zsola, köszönöm szépen, hogy... Ez nem az MC Zsola? Lent az utcán nincsen szerelem? Elfogadtam. Nem tudom, vágjátok? Ja. Jó! Itt van a Zsola, a MyVip-es a képe. Megdagadt neki a sok zsírtól a lépe. De nem szabad félni, csak reggelig a Zsolát.
szarnos szétke feeling. Lenn az utcán nincsen kegyelem. Lenn az utcán nincsen szerelem. Lenn az utcán élnek tudatok egy gyereket. Lenn az utcán nem tudjuk szeppen nektek. Lenn az utcán. Mi van Curtis? Te bolyko! Durva tudsz. Ez mi? Ez úgy de régi lehet. MC Gyula, a Tárkányi gettó, jó. Itt vagyunk, 2019-ben nézem, és akkor Gyulától a rímet kérem. Mert kicsapom ide az asztalra megint a krémem, amit tegnap este is szívtál. Azt a kurva, úgy de durva. Azt a kurva, ki ez a boxer? Jó! Na, megijedtem. 2012, MC Gyula, Tárkányi gettó, minden jó, a rap ütemen megy, és az ember már nem fél semmitől, mint múltat is összekötte. Ez a Tárkányi gettó, nem fél senkit, a gettó, kettőt is láttam már, ésszel beszélek az emberiséggel, ha beszólsz, ha való. Azt a kurva. Azt gondolom, hogy nagyon messzire mentünk most, srácok. Itt be kell fejezni ezt a tevékenykedést. Térjünk vissza, egy békésebb vizekre elvezünk. Kislány, a zongoránál fehéret, az orgonálál a leszlító, gyomorig bevette a hatalmas dákót. Nézd a szintetizátorozás, pont olyan hangok jönnek, amilyennek kell. Na srácok, készen álltok a következő nyereményjátékra, baszd meg! Az elem a jó voltából. Sektag van. Te vagy az varjú, te. De gyenge vagy. Megint ki kell hívni a köcsögírtókat. Ma már harmadjára vad meg. Mindjárt felhívom őket. Halló, köcsögírtók! Na jó. Kurva! Na srácok, kösz szépen, hogy velem tartottatok ma. Szevasztok, kösz, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a szubokat. Szevasztok, pacsi mindenkinek. Kellemes napot nektek. Tali, tali, mali, mali. Tegnap lebuktam a munkahelyen, hogy telefonozok. Megkérdezte a főnök, mi a mentségem, mondtam, Zsozé Szab vagyok. Másnap fizetés emelést kaptam. Legjobb rét! Hát a szöveg a legjobb, ezt én írtam. Salomalo, salomalo. Oszakó vettem a piacon egy szájkos arany, pedig még csak kutyám se van. Oszakó feleségem szájára én rátetetem, ne ugasson vissza nekem. Rátetetem, de lelakatolom a lakatnak a kutyát a tiszába dobom. Ha le akarja venni a lakatot a nő, ugorjon a tiszába, yeah.